Amikor az orvosom bejött, így szólt: valami nincs rendben a kisbaba szívével. Angie Sullivan a harmadik lányával volt 5 hónapos terhes, amikor egy szívultrahangvizsgálat során kiderült, hogy Blairnek hipopláziás bal szívfél szindrómája van, egy ritka születési rendellenesség, amely a bal szívfél súlyos alulfeledtségét jelenti. Angie felhívta férjét. Megszakadt a szívem. Nem szerettem volna sírva látni a feleségemet, és azt sem akartam tudni, hogy mik lehetnek a következmények. Félelmet, csalódást és sokkot okozott, és hitetlen állapotba kerültem. Az ember nem szeretné, hogy ez történjen a gyermekével. Megállapították, hogy a túlélésért Blairnek számos műtéten kell majd átesnie. Angie és Jordan a családjuktól és a barátaiktól kértek ima támogatást, valamint létrehoztak egy Facebook oldalt is. Nem tudom, mihez kezdtünk volna az emberek támogatása nélkül. Nem biztos, hogy az imáik nélkül lett volna elég erőnk mindenre. Blair 2015. szeptember 2-án jött a világra, reménytől és félelemtől vegyes érzelmekkel kísérve. Teljesen elérzékenyültem, amikor megláttam az ujjakat a kezén és a lábán. Nagyon izgalmas volt látni, hogy is néz ki valójában. Megkönnyebbülés volt látni a lányomat, látni, ahogyan levegőt vesz, és egy pillanatra magamnál tartani, de az már rettenetes volt, hogy olyan gyorsan elszakították tőlem. Blair nyílt szívműtéten esett át 8 hónapos korában. Ekkor vették észre az orvosok, hogy a tüdőverőér szűkülete működésképtelenné tette Blair egészséges szívfelét, így a szívtranszplantáció lett az egyetlen lehetőség. Összetört a szívem. Nem könnyű megtartani a hitet ilyen nehéz időkben, de igazából nincsen más lehetősége az embernek. Folytattuk az imádkozást, mert úgy éreztük, hogy ez az egyetlen dolog, amivel segíthetünk a lányunkon. Nem egy sebb tapasszal kellett leragasztani egy lehorzsolt térdet, tehát nem arról volt szó, hogy én fizikailag bárhogyan is segíteni tudtam volna rajta. Az egyetlen, amit Blairért tehettem, hogy imádkoztam érte. Angie és Jordan ismét ima támogatást kértek az emberektől, amibe beletartozott Blair Facebook oldalának 13 000 követője is. Blair speciális körülményei miatt a hívők alázattal imádkoztak érte. Az ember rádöbben, hogy az, hogy Blair új szívet kaphasson, egy másik újszülött halálát is jelentené, amiért pedig senki sem szeretne imádkozni. Csak azért imádkoztunk, hogy Isten akarata valósuljon meg. A következő hónapok során a fertőzések és más komplikációk fellépése miatt Blairt többször is eltávolították a transplantációs listáról. Valentin napon azonban, amikor Blair éppen visszakerült a listára, Angie és Jordan egy telefonhívást kaptak. A telefonon azt mondta egy hölgy, hogy van egy szív Blair részére, amire én azt feleltem, hogy meg tudná ismételni, amit mondott? Remek érzés volt. Alig akartam elhinni, ezért megkértem a transplantációs koordinátort, hogy ismételje meg, amit mondott. Mindketten leültünk egy székre, megöleltük egymást örömünkben, és csak sírtunk. Ez a Valentin nap nagyon különleges volt. Aznap este azt mondtam a feleségemnek, hogy ez egy olyan Valentin nap, amit soha nem leszek képes túlszárnyalni. Semmilyen virág, semmilyen ajándék sem tudná felülmúlni azt, hogy a kislányunk egy új szívet kapott. A következő napon Blair sikeres transplantációs műtéten esett át. A 7 hónapos kórházban eltöltött időszak után állapota stabilizálódott, és felvonulás kíséretében hazavihették. Csodálatos volt. Úgy éreztem, hogy nagyon jó, hogy végül hazahozhattuk őt. Neki itt kell lennie. Blair egy életvidám, boldog kisbaba. Ahogyan átfordul, felül, vagy éppen játszik a játékaival, mindig csak mosolyog. Egy nagyon boldog kisbaba. Blairnek be kell majd hozni a némi lemaradást, de 4 éves korától várható a megfelelő ütemben fog fejlődni. Szüleit minden egyes Valentin nap Isten szeretetére és az álhatatos imákra emlékezteti, amikor annak a napját ünneplik, hogy a kislányuk egy új szívet kapott. Angie-vel mindketten hiszünk abban, hogy a családunk, illetve a közösségünk imái, valamint az oldalunkon követő emberek támogatása nélkül nem történhetett volna ez meg. Blair nem lenne otthon velünk. Az élete célja az, hogy megossza a történetét másokkal, ami által növekedni tud az emberek reménysége, ereje és hite. Az ember soha nem adja fel a hitet, és csak imádkozik. Amikor az ember semmit sem tud már tenni, imádkozik.